Sziasztok! A mai Mikrotik Shorts részben a DNS-sel kapcsolatos egy új feature-t fog bemutatni. Bizonyára sokan használtátok már a pi vagy Pi-hole nevezetű szoftvert megoldást reklámok blokkolására. Ugye ez valójában egyfajta DNS lista alapú DNS blacklisting lehetőség, amivel a DNS kesünk vagy DNS kiszolgálunk a hálózatunkon rendelkezik egy bizonyos fekete lista gyűjteményen, ha úgy tetszik, és ebből a zónából, ebből a tartományból jövő DNS requesteket effektíve egy hamis IP címmel válaszolja meg ez a DNS lekérdezés, a DNS szerver, és így téríti el a böngészünket, így fogja nekünk a reklámokat elérhetetlenné tenni, és egy kicsit egyszerűbbé és tisztábbá tenni a napi böngészést. A korábbi changelog részünkben itt beszéltünk már róla, hogy az add mint mind lehetőség bekerült a Mikrotik DNS implementációjába is. Természetesen azért nem olyan könnyű vele az élet, hiszen gondoljatok bele, hogy ezek a listák sokszor elég terebélyesek, ráadásul a mikrotik megoldása egyszerre több lista felvételét, rögzítését is lehetővé teszi. Szóval mindenképp olyan eszközön próbáljátok meg használni, ami rendelkezik elegendő memóriával, és esetlegesen, hogyha ez a cache túl nagyra nyújtózna, akkor is férjen bele az az információ mennyiség, amit szeretnétek. Az én példámban kifejezetten most egy virtualizált routeros környezetben fogjuk ezt tesztelni, tehát egy CHR-re telepített 7.15-ös rúteróval sem fogom az AdList funkcionalitást bemutatni és demonstrálni, de jó társ lehet ebben a megoldásban például a a HUB AX köbb, ami megfelelő mennyiségű memóriával rendelkezik, vagy esetleg a már közkedvelt 5009-es router, mely 1 gb memóriával rendelkezik. A megoldást egy CHR-en fogom demonstrálni, nézzük, hogy ez a CHR milyen lehetőségekkel, milyen erőforrásokkal rendelkezik. A resources alatt tudunk kíváncsiskodni, itt van összesen 2 GB memóriánk, de mivel ezen a CHR-en egy út-szerver is fut, így ez a 2 GB memória nem feltétlenül túlzás, um, hard drive kapacitásban is jól el vagyunk rugaszkodva 5 GB áll rendelkezésünkre, tehát azt hiszem, hogy ez a hardware egy darabig nem fog elfogyni. Hardware, hát valójában ez a virtualizált router. Nézzük a DNS kiszolgálót és abban elrejtett adlist lehetőséget, az IP DNS menüpont alatt találjuk, és az adlist egy külön kis nyomógomként virít a cash, a jól megszakott cash gombunk alatt. A mikrotik hivatalos dokumentáció a kapásból úgy indít, hogy mivel ezeket a, az edlisten szereplő DNS listákat, ilyen feloldási cím, illetve névpárokat a router majd a cash-ben fogja tárolni, ezért mindenképpen gondoljunk rá, is, azonnal emeljük is meg a kesnek a méretét, hogy alapértelmezetten egy mikrotik installációban 2 megabajtban van limitálva a kes mérete. Látjátok, hogy én itt az enyém, esetében, a cél esetében már kapásból egy nullát utána ütöttem, tehát közel 20 megabajtig fogunk tudni nyújtózkodni majd kes tekintetében. Természetesen ez nem csak az adlist tel kapcsolatos információkat, hanem a hostjaink, akik nyilván ezt a DNS kiszolgálót használják, is, ugye itt ezen keresztül fognak kérdezősködni, és az eredményeik itt tárolódnak majd. Szóval valójában ez a memória egy kicsit mindkét öm, célt fogja majd szolgálni. Az adresz viselkedést két lehetőséggel fogom majd demonstrálni. Az egyik az, hogy egy URL-ről, egy HTTPS URL-ről fogunk majd betölteni öm, ilyen cím, illetve névő listát, a másik pedig, hogy megtudom ugyanezt egy fájlból, illetve hogy a fájlból való betöltés az hogyan történik. Hát kattintok az Add List gombra, és kapásból a felvételnél ö, eldől a dolog, hiszen ugye vagy fájl, vagy URL alapú lesz a, a, lista betöltésnek a módja. Ö, az URL fogom most választani, készültem is a Mikrotik dokumentációjából származó egy HTTPS url viszont nagyon fontos, hogy a HTTPS tanúsítványok ellenőrzéséhez kell, hogy legyen a szertifikétszkesében megbízható célja a tanúsítvány, Ugye tudnunk kell, hogy hogy az aláíró, aki ezt a tanúsítványt aláírta, az egyáltalán kicsoda, és hogy tudjuk ellenőrizni ennek a hitelességét. Szóval az én esetemben, és nyilván a példában is majd ti, amit ti fogtok találni, úgy szerepel a konfiguráció, hogy az SSL ellenőrzése nélkül történjen az a betöltés, azért óvatosan, nyilván meg is szennyezhetik a listáitokat, tehát Legyétek a fáradtságot, ilyenkor menjetek el az adott üzemeltetőnek a weboldalára, töltsétek le a tanúsítványt, töltsétek azt be a RouterOS certificates menüpontja alá, és előjétek meg megbízhatóként. Tehát most egyelőre a tanúsítvány ellenőrzés nélkül, és nézzük, hogy megtörténik-e a betöltés távolról. A lista betöltődött, nagyjából 145 000 bejegyzés, arra számítunk, hogy a felhasznált kesméret is jócskán megugrott. Igen, ez itt látszik az utolsó oszlopban, és teszteljük le az eredményt. A listán kiszúrunk egy tetszőleges doménnevet, és én készültem szintén itt már egy kigyűjtött doménnévvel, ez pedig a bitgear.com volt. A Bitgear szerepel ezen a listán ezek után a Safari már azt mondja, hogy nem fogja tudni megnyitni ezt a weboldalt, ami ugye abból az, a, az okból történik így, hiszen láttátok az összerendelési listában valójában 000-as IP cím volt hozzárendelve ez a domainhoz, tehát hogyha ezt lekérdezem egy egyszerű névfeloldó kis segédszoftverrel, akkor a Bitgear .com, jelenleg látszik is, hogy 000-as rekordot ad vissza. Ha pedig eltávolítjuk a kessünkből ezt a... Vagy egyáltalán felfüggesztjük, mert ugye nem csak hozzáadásra, hanem felfüggesztésre is van lehetőség, megadhatjuk azt, hogy milyen időre történjen, történjen ez a felfüggesztés. Hát most felfüggesztjük mondjuk 5 percre ennek a, a listának a használatát. Nem csak a saját gépemről, ugye nyilván akár a routerből is tesztelhető ez a névfeloldás, és lehet, hogy emlékeztek, hogy a legutóbbi egyik change log részünkben beszéltük is arról, hogy a MikroTik elég jól megfaragta a Resolve nevezetű is függvénynek a működését, a használati lehetőségét Rúterosban Próbáljuk is ki ezt, és ellenőrizzük ezzel a névfeloldásunknak a működő képességét. Hogy ahhoz, hogy eredményt is lássunk, az mindenképpen nem is kell egy put függvényhívás, ezzel fogjuk tudni a képernyőre kiprintelni az eredményt, aztán jön a, a Resolve, és hát rögtön mögé akár begépelhetném a nevet, ugye ilyenkor alapértelmezetten IPv4-es adressz familyvel történik a névfeloldás, azt mondja, bitgear.com. Mivel felfüggesztettem a listát, ezért a valódi IPv4-es IP címet ér vissza, és ha pedig a listát akkor pedig a 000 0 címmel tér vissza. Igen, egy kicsit exotikus az, hogy a póz viselkedés az valójában nem egy visszavonható action, mint láttátok, a póz érték megadásakor 000-ával töltöttem újra ki a mezőt, ugye azt jelenti, hogy valójában már nincs felfüggesztés alatt az adott listának a használata, és látjátok, hogy ilyenkor 000 0 címmel tér vissza ez a névfeloldás, ugye a Rizol függvény kapcsán bekövetkezett fejlesztés pedig a következő, ugye lett egy type kiegészítési lehetőség, egy type paraméter, és ide IPv4-et írhatunk, amelyel kifejezetten csak az IPv4-es címet, ha IPv6-ot, akkor pedig az IPv6-os címét, ha lenne neki, oldaná föl a rendszer. Ez volt az újra alapú. Most nézzük meg, hogy fájra alapon milyen lehetőségeink vannak. Először is Létre kell hoznunk egy fájlt, amiben tároljuk majd ugyanezt a felépítést, ugyanezt az a IP cím, illetve doménnév alapú kis adatbázist. Én ezt egy egyszerű szerkesztővel létrehozom, és akkor 0000 ipv 000 IPv4-es IP címet, és mondjuk az én saját doménemet próbáljuk meg ehhez hozzá kapcsolni. így, most cifrázom tovább, össze egy rekord elmentettem, és feltöltjük a routerre. Megtörtént, próbáljuk meg beemelni a, az AdListbe. Ugye most a file alapú viselkedést fogom választani, és hát mi alatt gyúgy miatt elég sok fáj van itt, ez a hosttxt való valahol középtájt lesz, és látszik is, hogy egy darab Rekord volt mindössze ebben a fájlban a beolvasás. Sikeres, eddig jók vagyunk. Teszteljük le az eredményt. Ugye a korábbi bitgéres tesztünkkel ellentétben most ö, a listában szereplő saját doménre történik a, a tesztelés, és nézzük meg, hogy IPv6 esetén mit hoz a lista. Na most itt is üres ö, választ kapunk mint ahogy arra számítunk, hogy IPv4 esetén is ilyet fogunk kapni. Ennek az az oka, hogy úgy tűnik a Mikrotik az AdList szempontjából még nem implementálta az Address Family lehetőséget. Tehát, hogyha IPv4-en egyszer kitöltöttük ezt a domént csupa nullával, akkor úgy néz ki, hogy IPv6 esetén is pontosan ugyanígy fog tenni. Szóval számítsatok rá, hogy ilyenkor idézőjelben mindkét protokollon megtörténik a tiltás és a korlátozás. Ezt azzal tudom demonstrálni és bizonyítani, hogy felfüggesztem most ennek a listának a használatát, ugye most egy egyperces póz időszakról rendelkezem, és hogyha megnézzük újra IPv4 esetén, akkor rendben van, az IP cím és IPv6 esetén is azt adja vissza, amit várunk. Szóval nem tudjuk valójában, hogy ez most bug vagy feature -e ebben a, a megoldásban, de kezeljük inkább featureként, tehát elegendő a egyszer feltüntetni, és akkor az mindkét protokoll esetén azonnal tiltásra fog kerülni. Ő volt az Adlist, ilyen könnyen és egyszerűen működik. Odaint az interneten számos ilyen listát fogtok találni. Hajrá, tiltsátok a reklámokat! Sziasztok!